Hackerek, kripto, YouTube, Elon Musk livestream. Képzeld el, hogy minden foly a reggel elkészülődsz, megmosod a fogad, felöltözöl és elindulsz munkába. Végigutazol a városon, ám amikor végre odaérnél, azt veszed észre, hogy az épület nyom nélkül eltűnt, és ahogy végigjárod az ürességet, ahol egykor minden nap 8-9 órát töltöttél, egy random fickóval találkozol. Elon Musk-kal. Ez történt mostanában, és az elmúlt években sok youtuberral. A csatornájuk egyik napról a másikra kriptofarmá változott. A videóik helyén csupán egyetlen livestream maradt, ahol Elon random videóit streamelik, ahol többnyire a kriptovalutákról beszél. De van eset, amikor nem Elon ugrik be hozzá téged helyettesíteni, hanem Vitalik Buterin vagy Michael Saylor. Hogyan működik? Manapság elterjedtek az interneten a különféle csalási módszerek. Elég csak rámenned egy gyanús oldalra, vagy letöltened egy ártalmatlannak tűnő programot, és a vírus, malware már a gépeden is van, és már szopulja ki belőle a személyes adataidat. Egy hónappal ezelőtt a Babbling Brook nevű csatorna töltött fel egy videót, visszatértem és meghekkeltek címmel, ahol részletesen beszámolt a történtekről. Elmondása szerint nemrég kapott egy e-mailt, amelyben egy lehetséges sponzor kereste meg, hogy reklámozza a termékét a videóban. Az e-mail professzionálisan volt megírva, egyáltalán nem volt gyanús. Viszont, amikor a videós letöltötte a szerződés című PDF-fájlt, abban a pillanatban a hacker le tudta lopni a hozzáférési adatait és a cookie-kat a számítógépéről. Onnantól kezdve a hacker be tudott jelentkezni a videós csatornájába, és megváltoztatta a jelszót, profilképet, és privátba helyezte a videóit, hogy itt is elindíthassa a kriptós livestreamet. Közben viszont megtartotta a feliratkozóit. Ennél az esetnél 11 napig tartott, mire a YouTube képes volt visszaállítani a csatornát. Ez alatt több mint 2000 feliratkozót veszített, ami nem segített az eleve nehéz időszakban levő csatornán. Másik ilyen módszer, ami valószínűleg a Corridor Crew-val is megtörtént, a SIM swapping. A YouTube a nagyobb csatornáknál már két lépcsős verifikációt használ, ami nagyobb biztonságot jelent, és aminél egyes esetekben a második lépcső az SMS-en keresztüli megerősítést jelenti. A hackernek ehhez szükséges tudnia a teljes ID-t, nevet, telefonszámot és a mobil szolgáltatót. Ha bejutottak az e-mailbe, ami a csatornához tartozott, akkor már meg is szerezték mindezt. Ezután felvehetik a kapcsolatot a mobilszolgáltatóval, és kérhetnek új telefonszámot, ami automatikusan kapcsolódik az eszközökhöz, amikhez a régi telefonszám csatlakozott. Amint az megvan, és saját telefonnal igazolni tudják magukat az áldozat csatornájának belépésekor, bejutottak. Viszont ha a két lépcsőnél nem SMS, hanem Google appon keresztül lépünk be, ami állítólag biztonságosabb, az sem jelent teljes védelmet. Mr. Who is the boss? Ezzel együtt is meg lett hekkelve. A cél. Egy ideig nem értettem, miért akarna bárki is ilyen messzire menni, az emberek életébe belerondítani, hogy random bitcoinos, kriptovalutás videókat töltsenek fel, amik nem is az övék. Mert azért lássuk be, nyilván nem Musky-Husky küldözget phishinges e-maileket a szabad idejében. Igazából az Apple társalapítója Steve Wozniak még be is perelte a Google-t, amiért hagyja ezeket a csalós videókat megosztani róla. A bíróság viszont elutasította a kérelmét, azzal az indokkal, hogy a YouTube nem felelős a tartalmakért, amiket feltöltenek rá. Szóval, amikor belenéztem egy ilyen livestreambe, egyből világossá vált, miről is szól az egész. Csupán régi klippeket és interjúkat mutatnak Elonnal, aki vagy a Bitcoinról, vagy a Twitterről, vagy a projektekről, vagy a SpaceX-ről beszél. De minden teljesen lényegtelen,
mivel az egésznek csak annyi a célja, hogy profi, legitim külsőt adjon ennek a kis ablaknak idelent. Elon teljesen igazi tweetje szerint az életed percek alatt meg fog változni, csak olvasd be ezt a QR kódot. Esküszöm, todál igazi? Vagy a leírásban megígéri neked, hogyha küldesz neki pénzt bitcoinban, megduplázzák azt neked. Csak kattints a varázslatos linkre, és minden problémád megoldódik. De persze mostanra már rájöhettél, hogy most küldtél pénzt a csalóknak. A csalók arra is rá tudták venni egyes nézőiket, hogy osszák meg a kriptopénztárcájuk Seed Phrase-jét, ami lényegében lehetővé tette, hogy a hackerek hozzáférjenek az adott személy kriptotárcájához, és maguknak utalhatták át a teljes tartalmát. És hogy mennyit lehet ezzel így keresni? Kérdezed. Kutatók szerint egy csapat hacker több mint 1,6 millió dollár csalt ki ezzel a módszerrel. Az ilyen gyanútlan nézőkből. Az áldozatok. A meghekkelt YouTube csatornák száma napról napra nő, kisebb és nagyobb csatornák is már áldozatul estek neki. Mint például Mr. Who is the Boss, Valkyrie, Buff Pro, Marco Style, Corridor Crew, McCreamy, Dalmid, Gizmoshina, Bettington, TSM, Elast, Soul Morta, 8-Bit Tug, The VR. De ez még nem minden. A YouTube-on kívül Twitteren is futnak ilyen kamuposztok, amik csodálatos hozamokat ígérnek. Egy fickó például rátalált Elon tweetjére, aminél még a kis pipa is ott volt, és azt ígérte, hogy bőkezűvel megduplázza a pénzét. És a pasi elhitte. Küldött is neki 400 000 fontot. Euróban ez 450 000, forintban több mint 180 millió. A pénzt soha nem kapta vissza. Egyes csalók a Twitteren pedig az ukrajnai helyzetet is kihasználják, és kriptovalutákért kéregetnek. De, visszatérve a YouTube-hoz, az már nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a kriptocsalók kicsit sem törődnek azzal, hogy kik az áldozataik. 2022-ben egy-két éve tragikusan elhunyt videós csatornáját is átvették, és ahol azelőtt a Regful utolsó videóit találhattuk meg, amiket valaha készített, egy ugyanolyan Tesla Live nevű csatornává vált, és próbálta csőbe húzni az egykori nézőit. Szerencsére a videós egykori szerkesztőjének volt még hozzáférése a csatornához, így el tudta intézni pár órán belül, hogy visszaálljon minden a régi kerékvágásba. Habár valószínűleg csak egy bot volt az, ami adatbázist kiszivárgást felhasználva törte fel a csatornát, mégsem enyhít ez a tény a helyzet súlyosságán. Az utóhatás. Most már tudjuk, mi, hogyan és miért működik. Az óvatlan nézők jelentős összegeket elvesztettek, vagy akár az egész megtakarításaikat, és szembe kellett nézniük az ezzel a tudattal járó mentális állapotnak is. A videósok eközben napokra, vagy akár hetekre elvesztették a bevételüket, a platformukat, a feliratkozók jelentős részét, akik, miután látták, hogy fel vannak iratkozva egy CryptoScam csatornára, egyből leléptek. Ez a bizonytalanság, hogy potenciálisan minden videójuk eltűnt, és a nulláról kell ismét kezdeniük, jelentős stresszt okozott az alkotóknak. De kb. Csak akkor a stresszt, mikor az ember elveszti az állását. Habár legtöbbször a YouTube vissza tudja állítani a csatorna eredeti formáját és tartalmát, azért ez az élmény mégiscsak ott hagy az emberben némi rossz szájízt. Nincs garantálva, hogy az ilyen nem fog még egyszer előfordulni. Ahogy már az előbb említettem, azt a bizonyos pert, a YouTube nem vállal ezért felelősséget. Bizonyos esetekben viszont maguk a csalók és áldozatok. Egy maláj férfi például kapott egy csábító állásajánlatot a pénzügyi szektorban, Kambodzsában, ami négyszer akkora fizetést ígért neki, mint otthon. Viszont amikor odaért az ország fővárosába, a munkáltatói elvették az útlevelét, és elvitték egy olyan telepre, ahol fegyveres őrök akadályozták meg, hogy elmehessen.
Elmondása szerint egy szűk helységben kellett aludnia más hozzá hasonló foglyokkal, akiknek napi 15 órát kellett dolgoznia. A munkájuk hasonló csalásokból állt, kriptoszkemek, randi oldalakon és közösségi médián keresztüli szkemek. Az ottani rendőrséget könnyedén le lehetett fizetni, hogy ilyen illegális központok működhessenek. Na és mi a helyzet most? A kutatás során bátorkodtam felkeresni a jelenlegi hamis, meghekkelt oldalakat. Ahogy elnéztem a Tesla Live név alatt, még mindig megy jó pár livestream. Megfigyeltem, hogy az első árulkodó jel az ilyen csatornáknál, hogy mielőtt megnyitnád a csatorna oldalát, kicsiben még mindig ott van a videó mellett az eredeti profilkép. És miután rámentél a csatornára, már a hivatalos logó fogad helyette. Némelyik csatornánál még az eredeti videók is fent voltak, mint például ez az érdekes Word Tutorial. Vagy ez? De persze ez csak spekuláció. Minden más professzionális kriptovalutákkal foglalkozó csatornákon is ilyenek vannak. Nem? 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 Aztán egy másik Tesla Live-on furcsa nőc is videók voltak. De biztosra veszem, ez az összes Tesla Live az igazi Tesla Live. Némelyik ilyen csatornán csak pár száz, némelyiken több ezer feliratkozó volt. És persze mindegyik livestream pontosan ugyanolyan volt. Volt, amelyiken éppen 6500 néző volt. Aztán volt olyan Tesla csatorna is, ami kifejezetten spirituális volt. Quero convidar você a ficar comigo até o fim do seu deste vídeo, pois vamos... Tessék, rakok feliratot is hozzá. Mais fatos ligados ao cristianismo. Eu vou responder que três dos fatos mais surpreendentes são estes. Primeiro, o trono da divindade é ocupada por um homem, que tem o nome de Jesus. Na hát, ez biztos Elon egyik munkatársa. Kíváncsi vagyok, mikor tér rá a SpaceX-re. Jó Isten! Jaj, ez biztos csak Elon nagymamája. Itt viszont meglepő módon élő szentmise ment, nem kriptoszkem. De akkor nem értem a csatorna nevet. Talán a csalók csak arra vártak, hogy befejezzék végre ezt a live-ot, hogy ők jöhessenek. Itt meg egyből Uziel Payán csatorna közvetítette ugyanazt az Elont, ami kicsit sem illik a spanyol zeneköltemények közé. Ja, és egyébként az egyik live jótékonysági műsorként van beállítva. Eláll az agyom. Kinek is gyűjtünk? Ó, az Ukrajnának, oké. Okay. Aztán a kutatás során felbukkant Brad Gerlinghaus neve is, és egy újabb véget nem érő livestream forrásra akadtam. Megint csak eltérő profilkép és random videók. Varázsatos módon Brad is azt ígérte, hogy perceken belül megváltoztatja az életed. Aztán rájövünk, hogy ez a Brad nagyon szereti a argentin futballt és az esti kocsikázásokat az amigójával. Y está clarito. El ting y yo, ¿qué más? Muy buenas noches. Y está clarito. Az ilyen csatornákon csak találgatni lehet, hogy kié voltak egykor. Pár nappal később, amikor visszatértem a YouTube-ra, a Tesla Live már egészen más csatornákon sugárzott. Próbáltam megkeresni ugyanazokat a csatornákat is, és videókat, amiket eddig néztünk, de sajnos név alapján a YouTube nem dobta ki őket. Pedig a bibliás pasi hosszú videó címeit is beírtam. A Pessoavai Serve Selva Porros Fazerau Maximo. Csupán Uziel Payán művész úr csatornáját sikerült megtalálnom, ahol sajnos már a nevet is megváltoztatták. De legalább azóta már nem volt élő közvetítése.
Egy héttel később pedig már szerencsére a hackereknek már nyoma se volt. Uziel végre felszabadulhatott. Szóval a konklúzióm az, hogy ezek a scam livestreamek a mai napig működnek, és úgy tűnik, még egy darabig itt is fognak lebegni a YouTube felszín alatt. Mindaddig, amíg lesznek emberek, akik hajlandóak ugrani az ingyen bitcoin ígéretére, egészen addig, amíg már mindenki nem hallott erről, és beáll a nyáj immunitás. Akkor meg majd kitalálnak valami mást.